Államtitkár úr, a kéréseim nagyon konkrétak és nagyon egyszerűek lesznek. Lesz-e és mikor átlátható, nyilvános és objektív pontozási rendszer a földbérlet pályázatoknál? Én már 2010. június 6-a óta tanulmányozom azokat a kétes földértékesítéseket, amelyre most ön utalt. Köszönöm szépen, édesanyám, ilyen kedvesen földbírtál ébredtem. Korán reggel, hajnali 7 órakor, hétfőn hajnali 7 órakor fölébredt engem, hogy menjek mozgani. Azt hiszem, képviselő asszony és a pártja is fantomokat kerget. Hagyjad már ezeket! Ők, akik az igazság bajnokainak tekintik magukat, egyetlen bizonyítékot nem tettek le. Olyan okos vagy, mennyi találja a munkát, itt fog meresztül a kicsára. Próbáljanak már egy olyan világban élni, ahol a pályázók közül nem nyerhet mindenki. Hagyjad már ezeket, sok csiribili postisztor, hagyjad már ezeket. Nézzük meg, hogy kiköpítettek klientúrát az elmúlt 8 évben, megmutatom önnek. Nem vagyok én kíváncsi senkire, nem kell velem foglalkozni, ne törődjél velem, édesanyám. A szocialista képviselőtársaimnak azt ajánlom, hogy azért gondolkozzanak már azon el, hogy kik azok a nagy gazdaságok, akik valójában az önök szekerét túlták az elmúlt 8 évben. Na én meg fogom ezt oldani, ne aggódjatok amiatt, ne aggódjatok, hogy én nem fogok innen elmenni, mi? És hogyha meg valakinek nem tetszik, ahogy én élek, vagy ahogy dolgozom, vagy ahogy csinálom a dolgaimat, nem tetszik neki az alkatom, akkor meg abban bele fogom nyomni a kést.